Szakmai tanácsadói, hatósági adatgyűjtési és szolgáltatási feladatokat is ellátnak a falugazdászok. Az agrárium támaszkodik a szakmai tudásukra, a falugazdász hálózat kiterjedt és napra kész információkkal rendelkezik az uniós pályázati rendszerről is. Szakértelemmel, segítőkészséggel dolgoznak a falugazdászok. Munkájukban kulcsfontosságú a bizalom, hiszen szoros a kapcsolatuk a gazdákkal. A falugazdász és tanácsadó ugyanaz a személy legfontosabb tevékenysége, a gazdálkodók tájékoztatása és segítése az uniós támogatások megszerzésében. Közigazgatási feladatokat is ellátnak, erre jogszabályok kötelezik őket. A falugazdász hálózat ugyanis a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához tartozik, hatósági munkájuk közé tartozik például az őstermelői igazolványok kiállítása, a termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatok ellátása, a mezőgazdasági káresemények felmérése és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos ellenőrzés. A falugazdászoknak folyamatos képzéseken kell részt venniük és korszerű ismeretekre szert tenni. A gazdák számára a technikai segítségnyújtás a nyomtatványok, kérelmek beszerzésében és kitöltésében mindennapos munkájuk. De ezen kívül az önkormányzatokkal, társhatóságokkal és más gazdálkodói szervezetekkel is tartják a kapcsolatot. Gazdafórumokat, tájékoztatókat szerveznek, előadásokat tartanak. És a témánál maradunk, ugyanis a stúdióban köszönhetem idősebb Baracsi Endrét falugazdászt, akinek gratulálunk ahhoz a díjhoz, amit az elmúlt héten a megyenapon vehetett át, mégpedig a Vescsik Vilmos kitüntető díjat adományozta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. Önnek gratulálunk még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. A falugazdászok munkája kiemelkedő, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tudva lévő, hogy agrárprofilú megye vagyunk, és itt a termelők és gazdálkodók igenis a falugazdász hálózatra szorulnak és a segítségére szorulnak. Hogyha megnézzük azt, hogy most a megyében körülbelül hány falugazdász dolgozik, akkor mekkora ez a szám? Most körülbelül 70 fő falugazdász dolgozik a megyében, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a megyei közgyűlésnek a Vescsik Vilmos díjat, és én úgy érzem, hogy ez nem csak nekem szól, hanem a megyében dolgozó falugazdászoknak is szól. Mivel nagyon sokat tettek azért, hogy elismert legyen a munkájuk, és mindenki nem kaphatott díjat, így én lehettem az a szerencsés, akit felhívtak a színpadra, de munkatársaim, kollégáim munkája nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Miben rejlik ennek a hálózatnak, ennek a falugazdász hálózatnak az ereje ön szerint? Abban alapvető ereje az, hogy minden településre minden nap oda jut a falugazdász. Megyébe nem nagyon van olyan szervezet, ahol ugyanez megoldható. A falugazdász hálózat indulásánál 1994-ben alapvető cél volt, hogy napi kapcsolat legyen a termelőkkel, tudjon a megye vezetése a termelők gondjairól, problémáiról, eljusson az információ napra készen a mezőgazdasági termelőkhez, és ez 94-től 23. éve, ez folyamatosan fejlődött. Egyrészt ez azért is fontos volt, mert így közvetlenül tudták az információkat eljuttatni, akár a kamarához, akár a döntéshozókhoz, másrészt pedig ugye nem véletlenül csatlakozott most 2015-től az Agrárgazdasági Kamarához ez a hálózat, hiszen így közvetlenül a szakmai munkát is ezen keresztül tudják elvégezni. Hogyan kell a falugazdász hálózatnak a kor követelményeinek megfelelni? Tehát itt folyamatosan lépést kell tartani mindenben. Ha csak azt mondom, hogy teljesen az adatgyűjtés, az adatelemzés, a pályázatok, a támogatási igénylések elektronizálódtak, akkor ez egy óriási kihívás volt mondjuk az elmúlt két évben, egyrészt igen, a hálózatnak és másrészt a termelőknek. Igen, ez egy nagy kihívás volt, és ennek a kihívásnak elsősorban a fiatalabb korosztály tudott már megfelelni, idősebb korosztályból kevesen maradtunk, és mi nagyon sokat támaszkodunk fiatalabb kollégák, kolléganők segítségére. Ez részemről is így működött, és termelőkkel a napi kapcsolattartás az
nekem már nem jelentett gondot, mert folyamatosan mezőgazdaságban dolgoztam. Mindig emberekkel dolgoztam 42 éves munkaviszonyom alatt, de a számítástechnika használata az jelentett jelentős kihívást. Jelenleg a munka jelentős része már számítógépen történik, támogatások igénylése, adatszolgáltatások, nyilvántartások, termésbecslési jelentések készítése, ezek már mind elektronikus felületen történnek. Pályázatok jelentős része is már a mostanában számítógépes rendszeren történik, és ebbe vállalunk nagyon komoly segítséget a termelőknek, hogy pályázatot el tudják készíteni, elérjék azokat az embereket, akik ezt vállalják, hogy napra készen elkészítik a részükre, valamint támogatás igényléseknél a földalapú támogatások, meg a földalapú támogatáshoz tartozó több mint 30 jogcímre igényelhető támogatás, az beadásnak előjön. Valamint az ehhez tartozó kárenyhítés, viszmajor jelentések, és szóval van mit tenni, kárenyhítés elszámolások. Elnézést, hogy közül vágok, de egy kicsit, hogyha áttérünk a másik részére, ami talán nekem is nagyon sok újdonságot tud majd jelenteni, az, hogy ez idő alatt, ez alatt a 42 év alatt ugye nyomon követni a megye agráriumát, az azért elég nagy feladat lehetett, illetve szakmailag is látták azt a falugazdászok, hiszen nem sok olyan falugazdászt ismerünk, aki ne lenne maga is, vagy saját maga is termelő, és ne lenne egy kisebb, nagyobb gyümölcsöse, vagy akár szántóföldi növénykultúrákban nem termesztene, tehát látták azt a folyamatot, hogy hogyan változik, hogyan alakul, hogyan fejlődik a megye agráriuma. Illetve látták és tapasztalták a nehézségeket is, a gazdák beszámoltak. Mi az, amivel most szembesülnek 2017-ben? Óriási változás történt a megalakulás óta. Megalakulás időszakában elsőrendű feladat volt a 93-as, 94-es törvények alapján a földkiadás. Akkor azzal birkózott a falugazdász hálózat, hogy alakuljanak meg a földkiadó bizottságok munkavégzésükbe. Segítséget nyújtsanak. Jelenleg 2017-ben mi a legfontosabb fejlődési lehetőség, vagy kitörési lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei termelőknek? Ugye nagyon sokszor például azt halljuk, hogy szerkezetváltásra van szükség, gondolkodás, szemléletváltásra van szükség. Mit értsünk ezzel alatt? Mindenképpen sok fiatalra lenne szükség először is a mezőgazdaságban, mert mezőgazdaságot is elhagyják a fiatalok. Kevesen maradnak, és sajnos az a vidék életén már most látszik. Fiatalok nélkül az idősebb generáció gondolkodása, merem mondani, hogy azon a szinten megáll, mikor elhagyta a fiatal. Mert nincs mellette a gyermeke, unokája, aki folyamatosan szinten tartsa, és ez nagy vesztesége a vidéknek. Legfontosabb feladatok, mindenképpen meg kell szerezni az uniós pénzeket, mert anélkül a mezőgazdaság nehezen rentábilis. Az uniós pénzek megszerzéséhez pedig úgy kell gazdálkodni, hogy igénybe vegye a agrárkörnyezetvédelmi támogatásokat, egyéb mezőgazdasághoz kapcsolódó beruházási támogatásokat. Ne maradjon ki az erdőtelepítésből, ami lehetőségként felmerül. És most kicsit előrébb megyek, mert jelenleg nagy szükség lenne arra is, hogy egy generációváltás időszakát is éljük. Mezőgazdasági termelők egy része elért arra korra, hogy közelít ahhoz, hogy át kellene adni gazdaságát, vagy családtagnak, vagy fiatal mezőgazdasági termelőnek, de ott, ahol nincs fiatal, ott félő, hogy eladásra kerül eddig megszerzett birtok, vagy majd az örökösök fogják értékesíteni. Talán megelőzhető lenne, ha birtok átadás támogatásával
megoldható lenne a generációváltás, és tételezzük fel, az idős termelő kapna egy átadott földterület nagyságához mért nyugdíjat, a fiatal megvállalná, hogy a vidéken él, vidéken gazdálkodik, részt vesz a vidéki közösség életében, megműveli a területeit, és akár még a gyülekezet életében is tevékeny részt vállal, amire szintén nagy szükség lenne a vidéki településeknek. Ez lenne a vidéknek a megtartó ereje, hogyha ezt a fiatal generáció vállalá. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk.